A kolozsvári CFR nyert Sepsiszentgyörgyön a labdarúgó első liga 28. fordulójában, mivel megerősítette vezető helyét a tabellán. A házigazda Sepsi OSK ugyanakkor már az alsóházi rájátszásra készülhet. Gyakorlatilag az első 5 perc után eldőlt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK kolozsvári CFR bajnoki labdarúgó találkozó, amikor még csak kóstolgatták egymást a csapatok. Az első veszélyesebb kolozsvári támadás során K. Morán nagyon eltalálta 25 méterről a labdát, amely védhetetlenül vágodott a bal felsőbe, márpedig a CFR-t megfordítani igen nehéz feladat. Nem is sikerült az OSK-nak, noha az idő zömében birtokolta a labdát és több helyzetet kihagyott. A találkozó vége felé azonban Debeljó egy szöglet után beállította a 0-2-es végeredményt. Elveszettünk egy olyan mérkőzést, amit soha nem szabadott volna elveszítsünk. Mi domináltuk az egész mérkőzést, labda nálunk volt, de egy olyan csapat ellen játszottunk, aki 4 éve bajnok, tapasztalt játékosokkal, kétszer értek el a kapunkig, 2 gólt kaptunk. Sajnos naívak vagyunk, mert sok helyzetet kidolgoztunk, nem tudjuk kihasználni. A győzelemnek köszönhetően a CFR 11 pontra növelte az előnyét a tabella élén 2 fordulóval a rájátszás megkezdése előtt. A Sepsi OSK számára pedig nem marad más, mint megpróbálni minél könnyebbé tenni az alsóházi ráadást, holnap pedig a Dinamo ellen megszerezni ennek érdekében mind a 3 pontot.